hadd mutassam be nektek Sirit. Leül, ül, nem, gyere ide Siri, most, hozzám, nem, elfutott a játékért, több hónappal ezelőtt lett egy kiskutyám, gyere ide Siri, gyere ide. Ő a kiskutyám, aki pár hónapja lett, nagyon izgága, mindent elmesélek, kezdjük el. Tárgyalásokra megyünk, irodába, tehát office dog lesz, oda is fogom vinni. Nem hagysz dolgozni. Ezzel a kezemmel dolgozod, gépeljek itt, segítesz gépen. Sőt, még az is egy álmom, hogy majd, hogyha prezentációkat tartok meg egy konferencián, ő is ott legyen velem fent. Első kutyatulajdonos vagyok, ezért nem mertem más típusú kutyát venni, és itt említeném meg azt, hogy miért nem egy fajtamentést vagy egy menhelyről hoztam el, pedig nagyon támogatom azokat, de nem bíztam még annyira magamba, és hogy képes leszek rá úgy vigyázni, ezért szerettem volna, hogy a felmenői olyan szinten ellenőrizve legyenek, tudjam, hogy milyen viselkedésű a kutya, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy vásárolok, de biztos, hogy lesznek következő kutyáim, és szeretnék is majd menteni kutyát. Tényleg igaz, amit mondanak, ugye kutyáknál, gyerekeknél szokták mondani, hogy el se tudom képzelni, hogy előtte hogy éltem, vagy hogy nem volt kutyám. Szuper érzés. Az első napokban ez a tipikus káosz, úristen, mi legyen, mindent beszerezni, megvenni, jó ez. Ketrecet, ilyen kenelt szereztem, aztán végül azt nem használtam, és sokban hallgattam egy kutyás barátomra, akinek egy baromi okos labia van, Gáborra, illetve... Végre elaludt, hát nagyon-nagyon aktív, és sokat kell tanulnom nekem szerintem róla. Illetve egy másik barátom, aki egyben kutyatréner is és rescuer is, Orosz Viki, Play Dogs, ajánlom, belinkelem őt majd a leírásba, és vele kezdtünk el tanulni. Ugye az alapoktól, hogy ül, fekszik, hogy jöjjön vissza. Siri, hozzám! Gyere, hozzám! Hozzám! Hozzám, gyere! Gyere! Hozzám! De a legfontosabb az, hogy jöjjön hozzám vissza, és például olyan gyakorlatokat csináltunk, hogy neki ülnie kell, amikor ezt eldobom, akkor ő elkezdhet futni utána, de ha azt mondom, hogy hozzám, akkor vissza kell, hogy jöjjön. Megpróbálom nektek megmutatni. Gyere ide, Siri! Ül, ül. Marad. 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 Mehetsz. Hozzám, Siri! Hozzám! Jó, most ezt túl közel dobtam, de a lényeget szerintem látjátok. Hozzám! Nem? Hozzám! Ez az, ügyes! Hozzám! Az, ügyes! Hozzám! Ez az ügyes! Akkor volt olyan gyakorlat, imádtam, hogy amikor a járdaszabályt megtanítottam neki, tehát hogy nem mehet le a járdáról, sőt mindig le kell ülnie, azt úgy csináltuk, hogy voltunk egy füves részen, amúgy lezárt autók nem közlekedtek, de ott volt egy járda, ott volt az út, és dobáltam neki a dolgokat, mindig mehetett érte, de hogyha nem a zöldre dobtam, hanem az úttestre, akkor nem mehetett, és háromszor elhibázta, leszittuk, és utána tudta, és már úgy, ahogy egy néhány hónap után merek vele, póráz nélkül, vagy csak így, hogy a pórázt rajta hagyom, de nem fogom menni, mert nem megy el olyan messze, tudja, hogy hol állhat meg, de persze ez egy nagyon sok folyamat, és mint mindennel az életben is, tanulás. És általában ez nem is a kutyának a hibája, ha valamit nem tud, hanem mindig a gazdájának a hibája, ezért nekem is rengeteget kell tanulnom. Amiben a legdurvább, amiben megtanított engem a,
a Siri az az volt, hogy a jelenbe legyek, hiszen egy kutya mindig azt csinálja, ami ez a legnagyobb kedve van, nekem is a jelenbe kell vele lennem, és azt biztosítani, és azt megmondani neki, hogy ha ő rám hallgat, hogyha ő követi az én utasításaimat, ha elfogad engem alfának, falkavezérnek, akkor lesz neki a legjobb dolga. Mivel egy celeburdi kölyök kutya még azért, hogyha mondjuk egy futtatóba jön, és ott van 1000 kutya, meg szagok, meg játék, akkor ez nem mindig megy, de azt mondom, hogy baromi durván érezhető napról napra, hétről hétre, hogy fejlődik ez a kis kutyus, és én is hogy fejlődök vele, vagy általa, hogy egymás életébe tudjunk passzolni. A másik, ami csodálatos, azok a reggelek, amikor felkelek, és ő ott van, és örül nekem, nyújtózik egyet, megsimogatom, játszom vele, az a szeretet, amit tud kapni az ember, az szuper. És ehhez kapcsolódik a kajálás. Na most ugye, mivel még tanulunk dolgokat, gyere ide! Marad! Te! Marad! Marad! Tanulunk dolgokat, és vannak olyan dolgok, amiket ő persze még nem akar megcsinálni, azt mindig a kajánál csinálom, hogy akkor mielőtt megkapja a kaját, addig ülnie kell, várnia, pacsit adnia, elküldöm helyekre, hogy tanulja, hogy milyen, amikor helyekre megy. Nem. Nem. Mit nem szabad? Hát ezeket, amit amúgy lehet, hogy még nem annyira csinál vagy tart be, azt mindig kaja előtt várom el tőle, és hát olyan motivált, annyira rá van fókuszálva a kajára, hogy akkor lebukik, hogy ő mégis tudja, csak máskor nem akarja csinálni, és ez megint rengeteget segít abban, hogy haladjunk a tanulásba és az összeszokásban. Siri, hozzám! Most! Szerencsém volt, mert például a szobatisztaság szinte egyből jött neki, 3-4-5 hónaposan is simán az éjszakákat is átaludta, folyamatosan, fokozatosan kapta meg a lakást, először csak hogyha egyedül volt, főleg meg estére is az előtérben aludhatott, utána jött a irodarész, vagy van egy ilyen kis dolgozószoba részem, utána jött a nappali, és majd legutoljára jött a hálószoba, ahol ugyanúgy nagyon fontos, nem jöhet fel az ágyba, remélem ezt tartani is fogom, néha próbálkozik, de akkor mindig leteszem, hogy ne legyen ott. Hát szépen, szépen, hiányoztam, szépen. Az is egy óriási élmény volt, hiszen ő vadkacsavadász, tehát vízbe is nagyon jól teljesít, amikor először a vízbe bement. Hát a nulladik találkozása az egy kerti partin volt, ahol egy medence volt, ő pedig egy labdát kergetett, és szegényként beleesett a vízbe. Bekapcsoltak az ösztönei, de hát nagyon megijedt, meg nyilván vizes lett a kis lüke. És rá pár nappal elvittem a római partra, és ott megtanítottuk, hogy milyen, amikor bemegy. Gyere vissza! Dobáltuk neki az ágakat, először csak párat ment be, de mivel ott volt velünk egy másik kutya, Gábor barátomnak a labia, és látta, hogy ő hova megy, egy pillanat alatt tényleg egy-két dobás után már ő is akart beúszni, és nem is az ő kiságáért ment, hanem amit jóval beljebb dobtunk a sábának. De nagyon gyorsan tanul, és látszik, hogy mit élvez. Siri. Ügyes. Ugyanúgy én sosem gondolkoztam, hogy például ilyen agilitis dolgokat tudjátok, amikor így át kell ugrania valamin, vagy szlalomoznia csináljon, de egyszerűen magától olyan durván jó érzéke van, hogy
hogy lehet, hogy ezt úgy maga az ő kiteljesedése és szórakozása miatt megtanítom neki, egyrésztről, másrésztről meg azért, mert az is nagyon fontos összhangot tanít egymás között, és hogy kövesse az utasításaimat. Még egy dolog, amiről szeretnék mesélni, az az embereknek a pozitív reakciója és mosolya. Ugye szoktuk azt mondani, hogy megyünk ebben az országban, és mindenki szürke, nem mosolyog, csak megy előre, a problémáik vannak. És olyan jó látni, hogy sétálok az utcán, és mindenki mosolyog, tényleg az a kivétel, hogyha valaki nem. Egyszerűen egy kutya, egy aranyos, pozitív kutya pozitívumot vált ki az emberekből, és néha úgy érzem magam, amikor elmegyünk helyekre, akár tárgyalni, vagy egy kávézóba, vagy egy nyitott szórakozó helyre nyáron, vagy beülni, fröccsözni, jönnek oda az emberek, hadd simogassam meg, amikor sétálunk, mosolyognak, és jó ezt tapasztalni, jó látni, hogy az emberek pozitívan állnak a kutyához, el lehet kezdeni beszélgetni, és nem a negatívum van, hanem lett egy csoda fegyverem, amivel még több pozitívumot lehet az életbe bevonzani. Ül. Az ügyes. Tied. Hát nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Írjátok le, hogy tetszik a kutya, vagy mit javasoltok, még miket csinálunk, miről meséljek vele kapcsolatban, szívesen csinálok még videót, hogyha ez érdekel titeket. Ha most találkoztunk, először iratkozzatok fel, menjetek át Instára, ott úgyis sztorizni szoktam, illetve Szirinek is van Instagramja, úgyhogy őt is kövessétek be. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ül? Piti? Piti? Ügyes! Jól van. Pacsi? Másik pacsi? Másik pacsi? Pacsi? Másikkal, gyere, ő, másik, ügyes vagy, jól van, ugrik, az ügyes vagy, jól van, ez. Marad, ül.